Kisvárdán 1605 óta van református oktatás, amely folyamatosan fejlődött az elmúlt években. A várdaikat a református általános iskola, a Nyírség és a Rétköz hátrányos településein élő reformátusok oktatási intézménye lett. Ma 40 településről 619 diák jár az iskolába, a kollégisták 42%-a Kárpátaljáról érkezett. Számukra ez nem csak egy iskola. Diákjaink második otthona, ahol a minőségi oktatás az infrastruktúrális fejlesztéseknek köszönhetően még professzionálisabb módon valósulhat meg a jövőben, és ahol olyan keresztény értékrenden alapuló nevelést kapnak tanítványai, mely jellemes, tiszta és nemes szívvel bíró, istenkérő emberekké formálja őket. Ehhez azonban megfelelő infrastruktúrára van szükség. A tantermeket a település sportcsarnokában bérelték, és itt tartották a napi testnevelés órákat is. Pedig tényleg méltatlanak volt a mostani körülmény ahhoz, hogy itt megfelelő szintű és megfelelő minőségben tudjanak oktatást végezni. És most egy közel 1 milliárdos beruházás megváltoztatott mindent. Lehet látni a csillogó szemeket, a várakozást, és azt, hogy megcsináltuk. Én azt gondolom, a térségnek az a legfontosabb, hogy meg tudtuk azt mutatni, meg tudták mondani a református. Mutatni a reformátusok, hogy igen, érdemes nagyokat álmodni, és a nagyokat megvalósítani. Az új épület szárnyban 40 fős biológia, kémia szaktantermet is kiépítettek, valamint 2 új közösségi tér, 6 tanterem, informatika terem, ügyviteli és igazgatói iroda is helyet kapott. Az alapterület is megnőtt, 225 négyzetméteres tornaterem áll a diákok rendelkezésére. A beruházás energetikai korszerűsítést, homlokzati hőszigetelést, kazáncserét, napelemrendszer kiépítését és új bútorok beszerzését is lehetővé tette. Az új épület szárny teljesen akadálymentes, itt található Magyarország egyik legnagyobb üvegfala, ökoterasz az utcafront felől, és a városban először itt készült izlandi zúzmó borítású zöld fal. Ez is egy példa arra, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumához érkező térségi pályázatok hasznosak, ezért ezek nagy számban kapnak támogatást. Amit Emberi Erőforrás Operatív Fejlesztési Programból nyert a térség, illetve Kisvárda, az több mint 3 milliárd forint. Ebben egyébként több fajta projekt is van, nem csak kifejezetten az oktatási nevelési intézményeket támogattuk, hanem rengeteg olyan típusú projektünk van, ami mondjuk szociális területen vagy a társadalmi felzárkózást szolgálja. Én azt gondolom, hogy Szabolcs-Szatmár Bereg megye is egyébként nyertese, mondhatjuk, az uniós fejlesztéseknek ebben az időszakban. Az elmúlt 7 éves ciklusban 980 milliárd forint volt elkülönítve különböző oktatási, kulturális, sport és egészségügyi fejlesztésekre. Országosan 14 milliárd forintos pályázati keretből 23 egyházi oktatási intézmény újult meg. Jelenleg az országban 220 ezer gyerek jár ilyen iskolába vagy óvodába, dupla annyi, mint 8 évvel ezelőtt. Egyel talán mégiscsak többet tudnak az egyházi iskolák, az pedig a keresztény nevelés és a keresztény hitre való nevelés. És ezt azért tudnunk kell, hogy nem azt jelenti, hogy a gyermekek azonnal hívő, gyakorló keresztények, reformátusok, katolikusok vagy más felekezetűek lesznek, de biztos, hogy kapnak olyan iránypontokat a tanítás, a nevelés során, amely később, amikor felnőtté válnak, nagyon sokat segít az életükben. Az államtitkár hozzátette, ezt a nevelést felnőtt korukban tudják majd igazán hasznosítani, nem csak a közösség, az egész nemzet érdekében.